Play. Ez a tánc, ez mindannyiunk számára egy olyan fajta lenyomat, amit már nem tudunk se, hogy kitörön az életünkből, és tehát éjszaka is, ha alszunk, ha nem alszunk, táncolunk, úgyhogy mindegy is, hogy alszunk-e. Még most is így van. Én még álmodban is táncolok. Nem változott. Alszunk-e? Nem. Nem. Táncolunk még álmunkban, és még most is végül is, mert hát amilyen feladaton azt meg kell álmodni, és meg kell táncolni az álmunkban is ugyanúgy. Nem tudom, nem változott semmi szerintem. Most visszatekintünk erre a... Mikor volt az első páva? Még többet táncolunk. És nagyon sokat táncolunk, nagyon sokat, de ez nem baj. Az első páva volt a hány szíria? Lement az első páva, akkor mi versenyeztünk. Utána a másodikba Krista barátom megnyerte a pávát. Jöttek a gyerekek, akkor mentorkodtunk, meg hoztam még akkor is gyerekeket versenyezni. Szóval minket ez a páva nem nagyon ereszt. De ez jó értelemben, tehát ez nagyon, nagyon pozitív az életünkben, és persze van szakmai életünk, ami kitölti a teljes létet, de van a hobbink, a néptánc, és a páva végül is egy olyan szeretett hobbink, amit nem tudunk elhagyni semmiképpen. Most úgy döntöttünk, vagyis hát a Gergő vezetésével, hogy most egy férfi formációval fogunk megmérettetni a következő szériában. Az asszonyokat otthon hagyjuk most. Igen. Egy kicsit pihenni, most és akkor ők lesznek a külső szem. Ugye mindig kell a fontos a külső szem, úgyhogy ők fognak minket megkritizálni a próbák alkalmával, hogy mi meg vására visszük a bőrünket. Igen. Most például, hogy öten fogunk menni, ugye az olimpiai öt karika. Tehát külön-külön mindegyiknek teljesen más színe van, de ha ez összeáll és összefonódik, akkor egy nagyon érdekes vegyület jön létre. Én izgulok. Mindenképpen, persze. Jó lesz.